Vereséggel zárult az alapszakasz utolsó mérkőzése a Gorillaz amerikai foci csapat számára. A mérkőzést itthon játszották, és az eredmény ellenére pozitív eredményt várnak a döntőtől. Nagyon jó vereség, az sosem öröm, de azt kell mondjam, hogy hát elég nehéz heteken vagyunk túl, sok volt a hiányzónk, nem sikerült a felkészülés. Azt nem is nagyon készültünk a Crashers-re, az elődöntővel foglalkoztunk, ugye nem volt tétje. Néhány játékos direkt ki is hagytunk, aki nem végzett megfelelő munkát, tehát egy picit most arról szólt, hogy ezt hogy tudjuk összerendezni magunkat az elődöntőig, és hogy lesz majd abból egy felkészülés. Kevésbé ez az eredmény számított. Azt kell mondjam, hogy lényegesen jobb azért a Crashers most, mint tehát nem egy véletlen történt. Nyilván a sérültjeink az, hogy nekem is be kellett ugrani két év után, két edzéssel, az se segített sokat. De azért küzdöttünk, voltak jó megmozdulások, de hát azt kell mondani, hogy reális a végeredmény. A nagy kérdés az, hogy a srácok mennyire akarnak döntőbe jutni. Tehát ezzel abszolút voltak gondjaink az utóbbi hónapban, tehát nem tett jót nekünk az, hogy kvázi tét nélküli volt az utolsó három meccsünk, az edzés morál az sokat romlott. De hát most azért mindenki kihozanodott, remélem, hogy hát, hogyha így állunk hozzá, akkor ekkora pofonokat fogunk kapni, és ezt remélem senki se szeretné. Hogyha összeszedjük magunkat, rendbe jönnek a hiányzóink, akkor azt gondolom, hogy Egerben egy kiki meccset fogunk játszani, és bízom benne, hogy sokadjára is ott leszünk a Pannonbólban. A mérkőzés részeként a klub vezetése adománygyűjtést szervezett a Szent Pantaleon kórház javára, mely nagyon sikeresnek bizonyult. Nem csak a hazai, a vendégszurkolók is támogatták a kezdeményezést. Topor Imre kollégám, így a csapatvezetésben ötlete volt, felvette a kapcsolatot a kórházzal, és szívesen vették ezt a kezdeményezést, és azt gondolom, hogy várakozáson felül teljesítettek a szurkolók, a játékosok, sőt ugye az ellenfél játékosok, szurkolók is hoztak nagyon rendes tőlük, úgyhogy szép nagy csomagot tudunk majd vinni, úgyhogy ennek örülünk, hogy legalább ennyi értelme volt a mai napnak. Többször volt, hogy gyűjtöttünk pénzt, de igazán tudatosan még nem foglalkoztunk, tehát inkább, hogyha volt egy megkeresés, vagy nálunk valakinek eszébe jutott valami ilyesmi, úgyhogy még ezek inkább ilyen ad-hoc jelleggel működnek, de azt gondolom, hogy egy dunaivárosi klubnak, aki már azért tényleg elég jól régóta itt van, csinálja a dolgát, szép lassan ezzel is el kell kezdenie foglalkozni, úgyhogy biztos, hogy nem az utolsó ilyen esemény volt. Bahrati Kornél elmondta, a bajnokság egyik nagy esélyese a Szombathely, ennek ellenére mindent megtesznek azért, hogy a legjobb formájukban a legjobb eredményt érje el a csapat. Iratkozz fel YouTube csatornánkra, hogy ne maradj le a legfrissebb anyagainkról.